Sziasztok! Üdvözlünk benneteket, és engedjétek, hogy bemutassam nektek Fannit, és magamat, én Sándor vagyok, és mind a ketten Anamé program oktatók vagyunk. Hogy mi is az Anamé program, erről a videó alatt, a leírásban és a linken keresztül tudtok információhoz jutni, és tudtok olvasni róla. Minden ilyen videóban hozunk egy-egy témát. Vannak olyan videóink, amikben gyakorlóktól feltett kérdésekre válaszolunk, és van olyan, amiben egy adott témával kapcsolatosan mondjuk el azt, hogy nekünk... Mi a tapasztalat? Igen, hogy mi a tapasztalatunk vele kapcsolatosan, és ez most nem más lesz, mint az ítélkezés. Így van. Te neked ezzel kapcsolatosan mik a tapasztalataid? Mm. Jó van-e? Hát az ítélkezés, szerintem mindenkinek van. Ez egy olyan dolog, amit mindannyian műveltünk, és mindannyian kaptunk is. Mm. És így nyilván mindenki ismeri azt a fájdalmat, amit az ítélkezés tud okozni. Nyilván ebben is vannak mélységek és mértékek, tehát nyilván más az, amikor csak valakiről mondjuk nem gondolkozom annyira pozitívan, és más az, amikor tényleg a pletyka az, ami fönntartja a napjaimat, ami mozdít, és megint más az, amikor az ítélkezés olyan, hogy ez mondjuk tényleg kitaszít valakit egy közösségből, vagy áldozattá tesz. Tehát nyilván ebbe is lehet azért, van egy skála, lehet itt is ezt is próbálgatni. Hát nekem alapvetően az volt tényleg ez a fájdalom érzés volt a tapasztalás. Tehát amikor ebben találkoztam, most nem csak... Igen, tehát hogy az ítélkezés fájdalmat okoz. Igen, tehát nem csak az én személyem felé, hanem amikor úgy láttam, hogy úgy... ez hogyan tud működni, vagy egy ilyen durvább formákban mit tud okozni, tényleg ez, amikor például valaki miatt kitaszítódik egy közösségből, vagy annyira nem fogadják el, hogy ez már tényleg így szinte megnyomorítja azt az embert. És nyilván ezt valahogy úgy kicsit olyan értetlenség is volt bennem, hogy ez miért? Tehát így, miért van így? Igen, meg hogy erre a szintre azért úgy miért kell menni. És nyilván volt olyan is, amikor tud nekem fájt az, hogy engem valahova beskatujáztak, mások kitalálták, hogy én milyen vagyok, hogy csinálom, és arról volt nekik egy véleményük is, akkor az alapján közelítettek felém. Nyilván ezt a fájdalmat az ember ismeri, és hát azt is, vagy hát én arra is ráébredtem párszor, vagy volt rá, hál' Istennek lehetőségem, amikor megfigyeltem azt, hogy az én mondjuk én azt gondoltam, igazságérzetből fakadó véleményem, az mennyire igaziból egy ítélkezés. És hogy mennyire az nyilván, mivel ez egy fájdalomból táplálkozott sok esetben, sőt, csak is, ami nyilván az egónak egy értetlensége, nem más, és egyszerűen abból mondtam valamit. Tehát semmiképp nem az elfogadás és a szeretet talaja. Aha. És akkor azt megélni, hogy az a másikban mit okoz, még akkor is, hogyha úgy nem tud róla, hogy most én ezt és ezt mondtam, vagy gondoltam róla, de mégis van ott egy érzés, van ott egy rezgés, van az egésznek egy olyan rossz dinamikája, és vagy nem is azt mondanám, hogy rossz, inkább tehát amikor nem szeretetből fakad. És ezt megélni, ezt látni, ebben szembesülni, szembenézni saját magammal ebben, és azt is érezni, hogy ez mennyire lehúz. Tehát tényleg olyan, mint az előbb beszélt. Egy negatív spirál. Hát igen, meg olyan, amit te mondtad, ezt a dagonyázást, amikor az ember ott a pocsolyában. Amikor benne vagy, és az ítélkezés köreit újra és újra ismétled. Igen. És azt gondoljuk, hogy ha én elmondom ennek és ennek, hogy milyen igazságtalanság ért, akkor hú, mennyire megkönnyebbül a lelkem, és hát nem, ettől nem gyógyul meg a lélek, és nem is könnyebbül meg. Lehet, hogy van egy ilyen
a feszültség kiadásának egy, ez az állapot, ez biztos, biztos ismered, hogy... Átmeneti, igen, átmeneti igen. Ilyen csaló megkönnyebbülés. Igen, igen. Mert utána meg újra szükség van erre. Igen, és az volt a vicces, hogy én nekem volt olyan tapasztalatom is, hogy már ez se volt, ez a megkönnyebbülés, hanem csak az a rossz érzés. És akkor le kellett szokni róla. Így, röviden. Aha. És neked hogy volt, vagy hogy, mi a tapasztalásod ebben? Nekem csak rossz élményeim vannak ezzel kapcsolatosan. Igen, ez a fájdalom, ez jó szó, de igazából így a szenvedés, én a szenvedést is látom ebben így, így összességében, vagy az ítélkezés valójában, amikor tehát önmagam felett, vagy mások felett hozok ítélkezést, vagy hoztam ítélkezést ezekben a helyzetekben, hogy azok igazából így szenvedést generálnak, vagy tartottak fent. És én úgy gondolom, hogy abszolút a konfliktusnak, meg így a feszültségnek így a forrása az ítélkezés maga. Én ezt láttam, én ezt tapasztaltam társaságokban, kapcsolatokban, tehát munkahelyi kapcsolatokban, párkapcsolatokban is ugyanúgy. És a legtöbb esetben én még azt is láttam, hogy ez abszolút egy ilyen tévút. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, úgy értelmeztem az ítélkezést, hogy ez egy ilyen fixáció. Tehát, hogy egy ilyen berögzültség, ami korlátozza azt a perspektívát, amelyen keresztül az ember tulajdonképpen nézi a világot. Igen, tehát igen. Tagadhatatlanul mindenféleképpen bizonyos szűrőkön keresztül látunk helyzeteket, értelmezzük a világot. Igen, és, igen. Hogy ez abszolút pont az ítélkezés elvágja az együttműködést. Igen. Tehát, hogy az együttműködést, és én szerintem a megoldásoktól is elvág. Tehát, hogy a problémákra való rálátást, megoldást szerintem abszolút elszürkíti és elvágja. És én emiatt egyébként, pont emiatt úgy gondolom, hogy veszélyes is az ítélkezés. Tehát, hogy ez mind személyes szinten is, mind országos, vagy globális szinten, vagy világméretű szinten is ugyanúgy. Mert mennyivel bulib az, amikor az ember ehelyett sokkal inkább az együttérzést, tudod, mint amikor az érzés, amit te is mondtad, az a kitaszítottság érzete, például egy közösségből, mennyivel inkább az együttérzés, mennyivel jobb az, hogyha inkább az dominál. Vagy ez a képesség, hogy ne pálcát törjek a másik feje fölött, hanem tudod, hogy elfogadjam olyannak, amilyen, és hogyha adódik egy helyzet, sokkal inkább annak a megoldására törekedjek, mint sem, hogy azt mondjam, hogy ez jó, vagy rossz, vagy beskatuljázzam őt. Úgyhogy nekem így ez volt a tapasztalatom, vagyis ugye én így értelmeztem ezt az ítélkezést, ezt a saját helyzeteimben. És szerintem valamilyen formában viszont meg furcsa, hogy amilyen veszélyes is így az ítélkezés, pont annyira hasznos is. Mert előbb-utóbb döntéseket kell hozni mindig, irányokat kell, valamilyen irányban el kell mozdulni az embernek. Igen. Az életében. És szerintem egy idő után már az ítélkezésnek eljön az a határa, amikor már annyira súlyos és már annyira negatív köröket ró ilyenkor az ember, hogy akaratlanul így van, le fogja ezt tenni, és sokkal inkább, amit mondtam, a megoldás, hogy az együttérzés irányába indul el. És használni fogja azt a lehetőséget, amit én úgy fogalmazok, meg úgy van, meg úgy mondják, úgy van. Köztudatban? Igen, vagy a kegyelem. Igen. Tehát amikor látok egy bizonyos dolgot, és azt mindenféleképpen konstatálom, mert valamilyen formában, ahogy mondtam, döntened kell,
De nem az ítélkezés lezáró burkában hagyod a helyzetet, hanem valahogy még előtte, miatt az ítélkezés megszületne, helyette sokkal inkább a kegyelmet választod. És abból szerintem sokkal szebb, szerintem sokkal üdítőbb és sokkal felemelőbb, és abszolút a szenvedést és a fájdalmat csökkenti, sőt, valahogy nem is jön létre. Hát igen, igen. És hát erre lehet törekedni, ugye erről is beszéltünk, hogy az ember egy kicsit leszoktatja magát. Magadra szólsz, hogyha valami így elindulna. Tehát egy idő után azért lehet ezt észlelni, hogy fú, most azért ezt a gondolatot pörgetem, vagy hú, most kinyitom a számot, és mi jön ki rajta keresztül. És így az ember így rászólhat magára, mert nyilván az már nehezebb történet, meg ahhoz mondjuk jó sok gyakorlás is kell, hogy adott falakat, adott páncélokat letegyünk, amiből tényleg ez ilyen nagyon természetesen fakad, hogy tényleg nem is jut eszedbe. Mert annyira együtt vagy a szívben, meg az egységben alapvetően, és ez nem, ez nem, és akkor látod, hogy bárki bármit csinál, tehát az egy állapot, tehát nem véges, nem örök, és hogy a fölött nem kell tényleg pálcát törni. És még csak az sem feltétlenül igaz, hogy az úgy van, ahogy én gondolom. De ahhoz, hogy ez ilyen zsigeri legyen nagyon, ahhoz azért az egy hosszabb út. Viszont arra lehet törekedni azért addig is, hogy az ember mit mond, mit gondol. Tehát azért lehet erre úgy trenírozódni, mert az is a játék része, hogy a szeretetet választom. És azért azt meg lehet csinálni, hogy van egy helyzet, még hogyha az ember így full izzad is a szitúban, akkor is azért úgy csak a szeretet irányába megy. Amit, és igen, és a könyörület az ilyen. Igen. Hogy mégiscsak azt látod meg, hogy a másikat hogyan tudod te szeretni. Akármi is van. És tehát, hogy tehát az ítélkezés sokkal inkább egy ilyen, olyan, mint hogyha a dolgoknak a negatív oldalát vennéd észre. Például szerintem az ítélkezés abszolút megöli az egységtudatot. Az biztos. Tehát, hogy nekem például van egy barátom, aki így a legjobb barátom, és tök másképp, tehát tök más az életmódja, mint az enyém, és dolgokban, hogy mondjam, tehát más utakat választ, mint én. És ez elég okot ad arra, hogy például, hát ez már amikor nem közös az út. Uh-huh. Viszont, hogyha másik nézőpontból nézem, és itt már ítélkezhetnék azok felett, amilyen ő döntéseket hoz, uh-huh. Viszont a másik nézőpontból, amikor nem az ítélkezést választom, akkor viszont meg azt látom, hogy egy csomó dologban viszont meg egyek vagyunk. Igen. A dolgokban pedig egyek vagyunk, és így viszont meg sokkal inkább látom meg azokat az értékeket, amelyen keresztül viszont meg tudunk egymásra számítani. Mm. Tehát, hogy ott van például az, hogy szerintem pont az elfogadástól vág el az ítélkezés, ami szerintem például egy kapcsolatban nélkülözhetetlen. Legyen szó bármilyen kapcsolatról, munkahelyi kapcsolatról, meg társas kapcsolatról. Tehát, hogy mindig lesz valami hülyeség, amin az ember fennakad. Viszont az biztos, hogyha csak fennakad, akkor igazából belekerült egy olyan spirálba. Hát meg, hogyha még csak fönnakadsz, na ott van az a lehetőség, hogy a szeretet meg a könyörület irányába menj el, hogy úgy megállsz egy pillanat, hogy jó, oké, ez valamiért így zavar, de akkor maradjunk csak annyiból, hogy zavar. És akkor még. Igen, igen. Mégis, tehát, hogy nem elzárkózol, hanem egyszerűen csak hagyod, hogy... Hogy átlendüljél. És akkor egyébként pont az ilyen döntések azok, amik... Ha tényleg az amellett az ember járja ezt a szellemi utat, gyakorol, és próbál minél tisztábban létezni, pont ez nemesíti aztán a lelket annyira, hogy ezek aztán úgy tényleg lehullanak, és igen. Hát ebben az egységben remélhetőleg tényleg megérkezünk minél többen. Mert, igen. Mert azért azt szerintem már mindketten tapasztaltuk, hogyha volt ilyen helyzet, és annak, ez alapján döntöttük, szeretett könyörület alapján, az sokkal jobb volt. Tehát, hogy az világokat tud megnyitni. És sokkal, és új lehetőséget, amire az ember még csak nem is gondolt. Igen, sokkal nagyobb tehát van egy ilyen melegsége. Igen. Van egy ilyen olyan érzete, hogy így
hogy így nem kell befeszülnöd, igen. Nem kell félned, hanem hogy pont az a lényeg, hogy sokkal inkább, igen, van egy ilyen az együttműködés irányába való elmozdulás. Igen, meg ott azért vannak olyan ajándékok az ilyen helyzetekben, hogy amikre tényleg nem számítasz, tehát úgy még eszedbe se jutott volna. Tehát nekem volt ilyen tapasztalásom is, hogy végül is úgy alakult egy helyzet, ami biztos, hogy nem gondoltam volna. És sokkal jobb és nagyobb ajándék így, mint hogyha maradtam volna a saját falaim között. Uh-huh. A bezártságban. Igen, hát igen. Az ítélkezés bezártságában. Hát vagy hogyha már nem is annyira bezártság, de egyfajta elzártságban. Elzártság, igen. Igen, igen. Igen. Úgyhogy, hát erre biztatunk benneteket. Hmm. Igen, és pont így, tehát hogy itt van egy ilyen kettőség, szerintem, hogy tehát hogy nekem még így a szerelem is eszembe jut ezzel kapcsolatosan, hogy amikor így az ember szerelmes, és utána ugyanazt az embert, akit nagyon-nagyon szeretett, abszolút átbillen, hogy a legtaszítóbbá válik. Érted? És hogy... Ja, hogy nem tudsz szeretetben maradni, ha egy kapcsolat véget ért. És hogy mindig egy csomó helyzetben egy ilyen megpróbáltatás. Tehát, hogy mindig meg lesz próbálva csomó szituációban az, hogy vagy az egódat akarod védeni, meg a saját igazságérzetedet, vagy egyszerűen a helyzetnek, vagy a helyzetből adódóan egyszerűen csak hagyod, hogy rávilágítson a te saját a belső világodra ez a helyzet. Igen, fogalmazunk gyenge pontokra is, de inkább sokkal jobban, tehát hogy ne a kiszolgáltatottság irányába értettem ezt, hanem így a fejlődés lehetőségén meg, hogy mert szerintem az már az, hogy ezt az embert ugyanolyan szeretetben vagy szeretettel engeded el, bármilyen fájdalmat is okozott neked, és sokkal inkább a szívedet megemeled, az ítélkezés helyett sokkal inkább a kegyelem irányába nyitod, például ilyen helyzetben. Igen, ez mindig szívedet. Érdekes volt, hogy ezt mondjuk, aztán tényleg ezt nem értettem így a világban, hál' Istennek ezt így meg is tudtam valósítani az életemben, hogy így... Az elválásban? Igen, hogy hát én azért szeretetben vagyok így a múltbéli. Igen, ez egy tök jó dolog. És tényleg úgy... Az annyira jó. Jól tudok lenni mindenkivel. Az nagyon jó. És ezt viszont így nem is értettem így gyerekként se, hogy miért, tehát hogy egyszer szerettem, akkor most miért ereztem bele a tárat a másikba? Mondjuk egy vállás kapcsán, tehát amit tényleg látsz, de ugyanez egy sima párkapcsolat is, tehát hogy ez nagyon, nagyon el tudtak vadulni a dolgok, és hát igen. Egyrészt, jó, hát ez már nagyon messzire venne, meg szerintem ez ebben a videóban nem is fér bele, hogy ugye nyilván ott kezdődik párkapcsolatnál, hogy én belevetítek vágyakat a másikba, és hogy már eleve nem feltétlenül azt látod, aki a másik, hanem látok valamit, és én azt szépen ráhúzom azt a kis illúziót, vagy vágyat. És azt hiszed? És valamiért nyilván, vagy általában nyilván akkor van ilyen jó pofa találkozás, amikor mind a kettő úgy húzza egymásra az kis illúzióját, hogy akkor pont jó kapcsolódnak. Igen. És akkor létrejön egy ilyen kis rózsaszín világ egy időre, de hát aztán előbb-utóbb kiderül a valóság. Igen. És onnantól kezdve, hogy kiderült, akkor szoktak jönni a problémák, és akkor van az, hogy úristen, mi ez? Igen, hogy ez nem olyan, vagy nem az. És van akkor van a csalódás, és akkor onnantól van az, hogy behúznak az emberek egymásnak olyan jó kis sérüléseket, és hát abból ez jön, amit te mondtál. És egy csomó dologban egyébként pont, hogy az ítélkezés egy ilyen vakságot okoz, tehát hogy elzár így a tudattól az itt és mostól, tehát hogy a jelentől. Tehát hogy nem a valóságot engedi látni meg úgy, ahogy a dolgok vannak, hanem ezt az ítélkezést újra meg újra pörgeted, meg futtatod le magad előtt, mantraként már-már, igen. És torzít. Képes torzítani. És a legcikibb az, amikor nekem például egy csomó olyan szitu volt, hogy én azt hittem, hogy igazam van, és kiderült, hogy
egyszerűen az ítélkezésnek van egy olyan nagy, nagy, nagy tulajdonsága, hogy, hogy információ hiány. Tehát, igen. Hogy a abszolút halmány gőzött tudásod sincsen egy csomó dologgal kapcsolatosan, hogy ez miért olyan, amilyen. Igen. És te már pálcát törsz a feje fölött, vagy a helyzet fölött, és elmondod, hogy hát, hogy ez milyen szörnyű, vagy milyen rossz. Igen. Ilyen meg olyan. És igen. Közben meg lehet, hogy te is ugyanolyan lennél, hogyha mondjuk neked olyan dolgokon kellett volna átmenned, mint ami nő ment. És hogy... Hát vagy még olyanabb. Vagy még olyanabb, igen. Tehát, hogy ez nagyon, szerintem ez aknamező, nagyon ez az ítélkezés, mert szerintem nem lehet igazat hát, az ítélkezésben. Alapvetően igen. Meg hát igen, tehát ez Jézus is majd mondta, hogy ez egy abszolút kerülendő történet. Igen, tehát hogy ne ítélkezz, hogy ne ítéltess. Igen, tehát hogy emberként ez jó lenne azért most már elfelejteni. Igen, mert hogy nem láthatunk rá az összességre, így a dolgok. Meg nem ez a megoldás. Tehát a megoldás az tényleg valódi okára. Szeretetben kereshető. Már feloldja. Igen, igen ott jelennek meg a dolgok, és annak van értelme. Mm. Hát nekem sokat segített a gyakorlás, én összességében azt látom, hogy az ítélkezésnek így a rabsága, meg így a nyomása alól, tehát hogy így sokkal könnyebb. Ki tudtál törni? Aha, hát inkább tudod, mint a jégen, amikor korcsolyázik az ember. Tehát, hogy van egy ilyen áramlás, nem tapadok le az ítélkezésen, és így én azt gondolom, hogy sokkal hát jobb kapcsolódás. Nem, a gyakorlás az mindenképpen egy nagyon jó támogatása ennek. Abszolút. Csak ha belegondolunk abba, most így a szakmai rész, hogy ha tényleg a stabilitásod nő, akkor eleve nem talál úgy el a külvilág, mert valahogy úgy könnyebben, gyorsabban visszabillensz középre, és másrészt meg hát nyilván ezeket a rétegeket is folyamatosan lesikárja, tehát hogy már kevésbé lesz hajlamod arra, hogy ez kicsit ugyanolyan, mint a húsevés, hogy egy idő után nem ízlik a hús valamiért, és ugyanígy akkor az ítélkezés sem nem ugyanaz az íze, nem smakkol úgy, és hát így nyilván így leválik, könnyebben igen. Elmarad, de azért én azt gondolom, hogy... Ez az, amiről beszéltünk, hogy igen. Olyan, mint a méreg, hogy mérgezi vele az ember. Igen. De azért tenni is kell, tehát akarni kell ezt nagyon szerintem, mert azért olyan helyzet még sok gyakorlás mellett is lehet, ami úgy tényleg úgy betalál, és úgy bizony. Igazán mélyre üt, és akkor ott is... Én ezt kicsit próbálom úgy nézni, hogy jó dolog, hogy az ember így magában, meg a saját világában megteremti ezeket az érzéseket, ezeket a minőségeket, de azért kint az életbe fog eldőlni, hogy az tényleg olyan-e, tényleg megállja el helyét. Nő a tét. Tehát ahogy elindul a fejlődés, a dolgoknak is egyre nagyobb tétje van, és tök más helyzetekben már leperegnek róla a dolgok, viszont jönnek újak, amik nagyobbak is, igen. Tehát erre mondtam, így értem, hogy nagyobb a tét, és megpróbálnak. Igen, és hál' Istennek, hogy megpróbálok, mert így... Ez a növekedés. Hát meg így tud kiderülni, hogy tényleg igaz-e, amit az ember képvisel, vagy mond, vagy... Igen, hogy mindig meg van kérdezve a nézetet. Tehát, igen. Hogy az a nézet, vagy azok a szűrők mindig meg vannak kérdezve, és újra meg újra. Igen. És amíg szenvedést tartanak fent, az tuti szász, hogy addig ez antik egy hibás probléma. Igen. Köszönjük szépen. Hogy megnéztetek, meghallgatotok bennünket, és... Kövessetek minket YouTube-on, meg az egyéb social media felületeken. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg, és gyertek gyakorolni, várunk benneteket szeretettel. Sziasztok!